Ismételten köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Én megmondom őszintén, és szerintem a nézők is ezzel így vannak, nagyon tisztelem és kedvelem azokat az embereket, akik korukat meghazudtoló módon élnek, illetve úgy élnek, hogy azzal példát mutatnak, és ráadásul, hogyha ezzel a példamutatással, akár a munkájukkal, szervezkedéseikkel, a városért, Székesfehérvárért tesznek, azért viszont duplájára dicséret. Mai kedves, hát régi ismerősöm, természetesen ebben a pozíciójában, hogy Fehérvárért tesz, él és dolgozik, már nagyon-nagyon régóta benne van és benne él. Mai vendégem itt a fehérvári beszélgetésekben Schulz György. Szia, köszöntelek téged. Szervusz, köszönöm szépen. Nagyon sok helyen lehet téged látni. Rengeteg helyen lehet veled találkozni, nagyon-nagyon sok mindent csinálsz, és nagyon szerény ember vagy, de majd kiderül ez a beszélgetésből. Beszéljünk először így a dolgok közepébe vágva. Egyik nagy álmodról, ami megvalósult, és ugye szíved csücske, ez a Jancsár kert, Jancsár biopiac, rengeteg féle néven ismerik a fehérváriak, meg a környékbeliek. Beszéljünk erről a Jancsár kertről, hogy ez hogy jutott eszedbe, hogy alakult ki, mikortól van ugye Jancsár kert itt Székesfehérváron, mit kell erről tudnunk? Zoli, ha megengeded, még egy pillanatra visszamennék a bevezető gondolataidhoz. Szóval nem érdemle meg azt a dicséretet, amit elmondtál. Még nagyon sokat kell tenni azért, hogy én is úgy érezzem, hogy akkor nagyjából rendben vannak a dolgok. Igen, de... mondtam, hogy nagyon szerény vagy. Igen. Jó, hát nem ezt szerettem volna illusztrálni, de tény, erre nem számítottam. Erről a piacról azt kell mondani, hogy ez egy nagyszerű dolog. Azért, mert... nagyon sok dolognak a kedvező meccéspontjában találkozik. Ha először vesszük azokat, akik, ez egy termelői piac, tehát maguk a termelők árulják a saját maguk által előállított termékeket. Tehát a termelőket vesszük, akkor jókat teszünk velük, mert egzisztenciájukat segítjük elő, jövedelemhez juttatjuk őket, sikerélményhez juttatjuk őket. Ők többnyire főállásban valahol dolgoznak, és mellékállásban művelik a kertjüket, vagy nevelik az állatokat, vagy készítik a termékeiket. Tehát jót teszünk sok polgárral, akár Fehérváron, akár vidéki településeken élnek, családjaikkal, segítjük az egzisztenciájukat. A másik pedig, hogy a vásárlókkal is nagyon jót teszünk, hiszen ellenőrizhető eredetű, friss, háztáji, kézműves termékekhez juttatjuk őket, olyan termékekhez, amelyek alig tartalmaznak vegyszereket, vagy nyomokban, vagy lehet, hogy tisztán biominősítésűek, tehát bioélelmiszerekhez összefoglalóan, tehát egészséges itt a helyben magyar termelők által előállított termékekhez juttatjuk a vásárlókat. Tehát ezért is van egy ilyen akciónk egyszer tavasszal, egyszer ősszel, amit egészségpiacnak nevezünk, hiszen tényleg a mozgás mellett az egészséges táplálkozáshoz egészséges élelmiszerekre, ételekre, italokra van szükségünk. Így van, és ugye erre van is igény, hiszen elképesztő nagy látogatószámot, vagy mondjuk nézőszámot bonyolítotok le. Ugye nagyon sokan látogatnak oda, nem csak Fehérvárról, Fehérvár környékéről. És vannak úgy adatok, hogy körülbelül hány ember fordul meg nálatok? Igen, alkalmanként azzal a bizonyos rendezvényeken használt számlálóval megszámláljuk a vásárlók számát. Tehát átlagban 1500-an jönnek szombaton, 7 és 12 óra között, viszont ha azt veszem, hogy 52 szombat van legalább egy évben, és akkor nem számítom még azokat a városi kitelepüléseinket, ahol a Lecső Fesztiválon veszünk részt, igen, középkori vásáron, akkor kijön egy 70 ezres vásárlói szám, amit néha magamban úgy megjegyzem, hogy egy-egy élvonabeli fehérvári sportklubnak a nézőszámával igencsak vetélkedik ez a szám. Hál' Istennek van rá igény. Ugye a másik nagyon fontos hatás ennek az, akivel jó termékeket kapnak az oda látogatók, vásárlók, hogy ennek van egy komoly nevelő hatása is szerintem, amit csináltok a Jancsár kerttel, hiszen az embereket tudatosan viszitek az egészséges életmód irányába, és pont ezen a kérdésem, hogy te folytattál előtte egészségtudatos életmódot, és azért is volt ez egy löket neked, hogy akkor a többi ember is éljen így, vagy esetlegesen közben te átálltál egészséges életmódra, melyik volt előbb? Ez utóbbi történt velem. Természetesen mindig úgy igyekeztem mozogni, vagy sportolni valamit, de szóval ennyire tudatosan a táplálkozásra figyelni, vagy megpróbálni figyelni, ilyen korábban nem volt. Most a legutóbbi egészségpiacon
a kórház kiváló diabetikusával összeállva összeállítottunk mintacsomagokat arról, hogy egy reggeli, vagy egy 10 órai, vagy ebéd, vagy vacsora milyen mennyiségben és milyen kalória mennyiséget tartalmaz. Tehát eléggé megdöbbentő mennyiségek jöttek ki, számok igen. jöttek ki. Tehát hogyha arról beszélünk, hogy megpróbáljuk az emberek szemléletét formálni, akkor hát ilyen apró lépéseket teszünk, és talán ezeken keresztül próbáljuk meg ezt a célt elérni. Vagy az, hogy például az Ágy Magmával, ezzel a fitness sportklubbal együtt szervezik az egészségpiacot, akkor már mindjárt a mozgás és a táplálkozás szoros kölcsönhatását érzékeltetjük a gyakorlatban is, vagy ott voltak a kerékpárosok ezen az egészségpiacon. Tehát megpróbáljuk a maga komplexitásában bemutatni azt, hogy jó, alapvetően talán az egészséges táplálkozás a legfontosabb, de milyen más kiegészítő elemei vannak. Tehát ilyen értelemben így közvetve valóban megpróbáljuk az egészséges életmód szemléletét változtatni. Mondtam, kedves nézőnknek, tevékeny ember vagy, nem csak ez van az életedben, hiszen van a Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület. Ugye a nevében benne van, tehát nyilván ti Székesfehérvár Jövőjéért tevékenykedtek, különböző projekteket kitaláltok, javasoltok az illetékeseknek. Beszéljünk erről az egyesületről egy kicsikét, mit érdemes róla tudnunk? 17 éves múltra tekinthető vissza, én magam körülbelül 10 év óta veszek részt a munkájában, vagy a szervezésében. A város közéletének szinte minden szegmense képviseltetve van. Iskolavezetők, vállalatvezetők, vállalkozók, orvosok, közjegyzők, városvezetők, akikkel megpróbáljuk a város aktuális egy-két stratégiai fontosságú témáját átbeszélni, átgondolni, és valamit tanácsolni, vagy tenni ezek érdekében. Ilyen volt az elmúlt időszakban, elég sokat foglalkoztunk a fiatalok Székesfehérvárhoz kötődéséhez, hogy lehet a végzős fiatalokat Fehérváron tartani, hogy lehet vonzóbbá tenni Székesfehérvárt, annak érdekében, hogy több jól képzett fiatal szakember maradjon a városban, vagy legutoljára most az Európa Kulturális Fővárosa témát néztük át, hogy néhány szempontot emeltünk ki, hogy és mindenképpen javasoltuk és állásfoglaltunk amellett, hogy induljon Székesfehérvár ezen az Európai Uniós pályázaton. Ugye 18 ember támogatja, ezt tudjuk egy felmérés szerint, úgyhogy ez igen, egy nagyon igen. szép dolog és szép arány. Hát reméljük, hogy azért tényleg ennek pozitív végkimenete lesz. Ti is mellette vagytok, és nyilván szakmailag támogatjátok. Igen, de nem egyszerű ez a dolog, ez egy nagyon összetett és komoly uniós pályázat. Nem elég csak a város ismert és szeretett kulturális örökségére, építészeti örökségére építkezni, hanem itt új dolgokat kell felmutatni, dinamikus, fiatalos, kreatív, innovatív eseményeket, projekteket kell szervezni, hiszen egy európai szintű rendezvényről van szó, és elvárja mindenki, hogy érdekes, tömegeket vonzó, a mai igényeknek megfelelő események, projektek is legyenek a hagyományos koncertek, színházi előadások mellett. Tehát nem egyszerű ezt az egész csomagot összerakni. Menjünk vissza egy kicsit, sőt nem is olyan kicsit az időben. Én azt tudom rólad, hogy jó pár éven keresztül, mondjuk így, hogy te a város vezetési életében is tevékenyen részt vettél. Mesélj erről egy picikét nekünk. Igen, körülbelül 10 éven keresztül dolgoztam a Városházán, és nagyon szép időszak volt. Az a érdekes helyzet állt elő, hogy én a versenyszférából kerültem az önkormányzati szférában, és a versenyszférában pedig dolgoztam külföldi cégnél is. Akkor megtoltad a tempót, mondhatjuk így a Városházán, hát gondolom, akkor nagyon. Igen, és igyekeztem azokat a vezetési irányítási módszereket, vagy kommunikációs technikákat itt is elterjeszteni a Városházán, vagy egy közvetlen kapcsolatot, és szerencsém volt, mivel befektetőkkel, városba érkező befektetőkkel tárgyaltam, gazdaságfejlesztési területtel foglalkoztam elsősorban, így erre számtalan lehetőségem volt, hogy elősegítsem azt, hogy a városhoz érkezzenek jelentősebb befektetők. És gyakorlatilag ehhez a 10 évhez kötődik egy-két olyan dolog. Tehát én úgy mondom, hogy ha nekem egy-két téglát
egy épületbe sikerül beépítenem, akkor én már az életem során meg vagyok elégedve. Most talán egy ilyen tégla volt az, mikor most már mindenki láthatja, hogy a Városi Közgyűlés dísztermében van egy történelmi fal felirat, hátul látható, amely Székesfehérvár történelmének a legfontosabb állomásait, koronázásokat, az országgyűlések időpontjait tartalmazza. Ezt én találtam meg, ezt a régi 38-as eredeti városházi egy képet, egy fotót találtam, ahol ez a felirat megtalálható volt, vagy a felirat töredékei, és akkor ebből a töredékekből raktam össze azt a képet, amelyből végül is, hát a polgármester úr támogatásával kialakult az, hogy rekonstruálni tudtuk ezt a történelmi fal feliratot. Tehát erre egy kicsit büszke vagyok, hogy sikerült valamit így hozzátennem, és százak és százak, akik jönnek a városba, a díszteremben, akár hivatalos eseményeken, vagy koncerteken, akkor végig tudják követni, hogy milyen neves események színhelye volt Székesfehérvár. Így van, nagyon szép dolog, és erre büszkék is lehetünk mindenképpen. Menjünk még kicsit visszább az időben. Ugye te közgazdászként végeztél még a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Egyetemistaként milyen voltál? Jól tanultál, folyamatosan készültél, vagy inkább ott azért az egyetemisták lazább életét éltet, folytattad? Hát egy évet írt le az én tanulmányi eredményem. Eleinte eléggé nehezen indultam el, főleg a reáltárgyak, mondjuk az analitika, vagy valószínűségszámítás területén, de aztán a vége felé nagyon sok hasznos tárgyra szakosodtam, például tanultam politikai filozófiát is, ami akkor tehát még eléggé új dolog volt, és nagyon jó nevű és neves egyetemi oktatókkal tudtunk együtt vizsgálni témákat, témaköröket, de én alapvetően közlekedés szakon végeztem. Az mit jelent, hogy közgazdász közlekedés szakon? Hát mit csinál? Hogy a közlekedési vállalatok szféráját fókuszba helyeztük a közlekedési gazdaságtanon belül. Ez azt jelenti, és lényegében ebből következett az, hogy teljesen ismeretlenül Székesfehérvárra kerültem 1975-ben. Mindig is a mikroszintek érdekeltek, tehát az egyetemen elég sok makrotantárgyunk volt, de engem mindig a vállalati szintek, vagy akár a mikrotársadalmi szintek, vagy ezek a környezetek érdekeltek, és emellett pedig hát alapvetően nagyon sokat foglalkoztam tervezéssel, meg egy kicsit a futurológiával, jövőkutatással, ami most is eléggé azért befolyásolja az érdeklődésemet, hogy mindig szeretek a jövő kérdéseivel, a kihívásokkal, vagy olyan példákkal foglalkozni, amelyet itt a városban vagy a környezetben jól lenne megvalósítani. Tehát azt szerettem volna pont kérdezni, futurológia, tehát nem Stephen Hawking szinten foglalkozó vele, tehát csillagászatok bolygók kapcsán, hanem inkább tényleg a város jövője kapcsán. Hát igen, közlekedés, műszaki fejlesztések. Hogyha említettem egy példát, amire egy pozitív terület, amit sikerült megvalósítani, viszont van, amit természetesen egy ember munkája során egy csomó minden van, amit nem lehetett megvalósítani. Hát ilyen projekt volt, hogy szeretnünk volna Székesfehérváron egy csodák palotáját létesíteni, mondjuk akár a budapesti mintára, vagy amilyen science museumok vannak Európában, azoknak a mintájára. Különösen egy ilyen városban, mint Székesfehérvár, ahol a műszaki kultúra nagyon erős, fejlett, nagyon sok mechatronikai cég van, fejlett elektronikai ipar van, tehát egy kiváló közeg lett volna arra, hogy felépüljön egy ilyen tudásközpont a fiataloknak, a gyerekeknek, ahol lehet kísérletezni, egy csomó minden élményhez jutni. Emlékszem, még elutaztam ilyen példákat nézegetni, még Belgiumban is voltam egyszer, Mehelemben, ami egy hasonló méretű város, és próbáltam hozni ezeket a példákat, hogy meg lehessen valósítani, aztán végül is nem lett belőle semmi, mert forráshiány vagy ilyen fenntartási problémák miatt ezt a közgyűlés végül is leszavazta. De most úgy néz ki, hogy lesz valami hasonló, ugye az Alba Innovára gondolok itt. Igen. Ami nagyon szépen hallottam alakul, erről. És ugye majd várja talán ősztől, hogyha jók az információim, és remélem, hogy jók, várja majd ősztől a látogatókat. Az is ugye, hogyha nézzük a futurológia területét, tudomány területét,
ott azért az átölel egy jelentős területet, ugye különböző tanfolyamok lesznek, előadások lesznek, igen. És nagyon komoly modern technikák, robotok fogadják az embereket, igen, majd igen, például igen, kíváncsiak igen. vagyunk rá. Menjünk még visszább. A gyermekkorod és a nagyon-nagyon fiatal korod az hol telt egyébként? Budapesten születtem, és egészen az egyetem elvégzéséig én Budapesten éltem. Szerettél egyébként visszamenni mondjuk Budapestre, mai fejjel visszamennél lakni, élnél ott szívesen Budapesten? Nem, nagyon megszerettem Székesfehérvárt, és ezt a természeti környezetet, ami körülveszi a várost, és amilyen adottságai voltak. De természetesen a budapesti éveknek is nagyon sok hozadéka van, vagy amit Fehérváron például tudtam használni, az, hogy én a Szent István gimnáziumban jártam, és érdekességként nem csak én, hanem édesapám is, és két gyermekem is oda járt. Igen, tehát ilyen dinasztikus családként vettünk részt a Szent István éveiben, és ott már működtek a hétvégén nyitva tartott tornatermek. És amikor én Székesfehérvárra jöttem elég ismeretlenül, most 2002-ben, akkor javasoltam, hogy milyen jó lenne itt is bevezetni a hétvégén nyitva tartott tornatermeket, és akkor ennek is örülök, hogy ez így sikerült, ez így elterjedt a városban. Tehát mindig mindenkit arra biztatok, hogy amit lát külföldön, vagy más városban, vagy beszélgetések során, tehát próbálja meg ezeket hasznosítani a városban, hát ha ezek összejönnek. Persze. Említetted a gyermekeidet, családról is szeretnék veled mindenképpen beszélni. Mit lehet tudni a családodról? Három gyermekem van, mind a hárman már felnőttek, mind a hárman elhelyezkedtek. Hát ketten közülük pénzügyi területen dolgozik. Tehát akkor dolgoznak. Maradt ő is nagyjából hát, igen, a közgazdaságtannál. Igen, egy banknál, illetve egy biztosító, egy kockázatbiztosító cégnél dolgozik, Ágnes, illetve Gábor, Tamás pedig grafikus, elektronikai, digitális grafikai munkákat tervez, és ezeket kivitelezi. Mm. Tehát én nagyon büszke vagyok a gyermekeimre, és nagyon örülök, hogy ilyen jól megállják a helyeket az életben, és jó önálló egzisztenciát teremtettek maguknak, és Budapesten élnek. Unoka? Igen, van egy unokám, aki éppen most jelentkezett az ELTE-re, ő jogász szeretne lenni, jogi pályára készül, és hát remélem, és minden esély megvan rá, hogy ez sikerülni is fog neki. Nagyon sokat mozogsz emberek körében, folyamatosan tárgyalsz, tényleg egy igazi társasági életet élsz, meg kell jelenned sok helyen, ugye megfogalmazni tényleg érthető formában, kulturáltan a mondani valódat, azért szellemileg nyilván ez megterheli az embert. Hogy szokták kikapcsolódni? Mi az, amit téged kikapcsol, amit úgy nagyon szeres csinálni? Sukorom van, már 30 éve, közel 30 éve egy hétvégi telkünk egy kis házzal, és az a kiinduló bázis az én regenerálásomnak. Kerékpár bringázni szoktam a tó körül, vagy pedig, hát amikor szezon van, akkor hetente egy alkalommal focizunk, vagy néha elmegyek konditerembe. De gyakorlatilag ezek az egyesületi munkák eléggé mindig arra kényszerítenek, hogy frissen tartsa magamat. Mindig van valami megoldandó feladat, valamit mindig ki kell találni, mindig valami új dologgal kell foglalkozni, és mindig szeretném jobban csinálni azt, amit csinálok. Tehát nem, maximalista vagy erősen? Hát nem felejtem el, hogy egyszer még volános koromban jártunk a Mercedes gyárban, és sétálva a gyártócsarnokban, egy helyen a folyosó fölött volt a Gottlieb Daimlernek, a Merci alapítójának egy fénykép és egy felirata, ami az volt, hogy das Beste oder nichts, tehát vagy a legjobbat, vagy semmit. Most erre próbáltam meg, vagy próbálok meg ebbe az irányba mozogni, hát nem mindig sikerül, de azért az irány meg a fő cél az az. Azt mondják egyébként a maximalista emberek, mint ami ugye te vagy, vagy éppen ugye Daimler úr volt, nem nagyon tudnak kikapcsolni, mindig kattog az agyuk, mindig jár valamin az agyuk. Úgymond a szó jó értelmében az örök elégedetlenek táborába tartoznak. Te is ilyen vagy akkor nagyjából?
Hát azt hiszem, hogy nagyjából ez érvényes. Igen. Nagyjából ez érvényes. Igen, igen. Tehát mindig szeretnék, szóval nem vagyok megelégedve most nem csak a saját magam tevékenységével sokszor, hanem a környezetben, amit látok. Tehát a közéletben vagy a közügyekben, hogyha látok dolgokat, és azt meg lehetne változtatni, vagy viszonylag könnyen lehetne javítani rajtuk, akkor ezek egy foglalkoztatnak. Próbálok valamit tenni, hogy ezek megváltozzanak. Hát igen, igen. Tehát ilyen nyüzsgemberek mindig vannak. Van mellettem egy-két papír vagy céduló, ahol mindig felvésem az, hogy mivel kellene foglalkozni a közeljövőben. Említetted, ugye beszélgetés közepén a futurológia nagyon-nagyon érdekel, engem is veled kapcsolatban, beszéljünk a jövőről, ugye vannak folyamatosan terveid, álmaid, vágyaid, mi az, amit még mindenáron meg akarsz valósítani, elérni akár a magánéletben, akár pedig ugye a szakmai létedben? Hát talán most, ami a legtöbbet foglalkoztat, hogy ennek tehát a Jancsárkert termelői piac szabály fejlesztése kapcsán szeretném a gasztroturizmus irányába egy kicsit elmozdítani a piacot. Nevezetesen van 3-4 olyan jól felkészült és komoly gazdasággal rendelkező termelőnk, akinél megvalósítható lenne az, hogy ott a helyszínen megnézni náluk, hogy hogyan készítik a termékeiket, hogyan készülnek, milyen körülmények között gazdálkodnak. Tehát például meg lehet győződni arról, hogy egy biogazdálkodás az tényleg hogy folyik, hogy lehet vegyszermentesen paprikát vagy paradicsomot termelni, vagy pedig egy másik területen, hogy lehet mongolicadisznókat tartani, vagy szürke marhát, vagy a bivajokat esetleg, a szelidebbeket meg lehet simogatni, vagy megnézni az állatokat, az állattartást, az állatok szeretetét, a természet szeretetét, amiből végül is egészséges táplálkozáshoz el lehet jutni. Tehát azt szeretném néhány partnerrel a piacon kidolgozni, hogy az érdeklődőknek, fiataloknak, idősebbeknek, bárkit, akit érdekel, megmutatni azt, hogy hogyan készülnek ezek az élelmiszerek a valóságban. Egyébként nagyon kevés ember szokta azt mondani, amit te, tehát hogy az emberekért tenni, a városért tenni, általában ugye azt mondják, és persze az is érthető és teljesen, hogy utazgatni szeretnék, ezt szeretném, azt szeretném, és te is jövőbeli tervek kapcsán ugye szintén azt vázolod fel, hogy tudsz tenni az emberekért, hogy tudsz tenni az emberek egészségért, tehát azért állja meg, és még mindig ragaszkodom a bevezető szövegemben mondottakhoz, hogy nagyon szerény, nagyon alázatos és folyamatosan az emberekért tevő ember vagy, aki tényleg a jövőjét sem önös célokra, hanem az emberekért próbálja meg mondjuk kihasználni és élni. Azért ez kevesen teszik. De ez is szerencsém volt az életem során, tehát nagyon sok európai országban jártam. Igaz, hogy ezek üzleti utak voltak, és egy-két naposak voltak, tehát nem mint turista jártam be ezeket a városokat, ezeket az országokat. Tehát ilyen értelemben elég sok tapasztalattal rendelkezem, de a szűkebb, hogyha a Velencei hegységbe teszünk egy túrát, vagy valami érdekességet találunk, pont amikor például az egyik ilyen barátunknak a szürke marha állományát keressük meg a Velencei hegységnek a világos létén, ahol nem találjuk őket érdekes módon, mert nem ismerik a szokásaikat, hogy éppen melyik napszakban hol vannak. Ezek nekem nagyon klassz élményeket jelentenek, és abszolút jól kikapcsolnak ezek a dolgok. Én kívánom neked a jövőben, hogy rengeteg ilyen projekted legyen, mégis mindegyik sikerüljön, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Önöknek is köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, és természetesen tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.